Hogyan találj biztosan gyémántot a Minecraftban rendkívül rövid idő alatt? Lássuk a megoldást! Nem tudom, hogy neked milyen taktikát van a gyémántok felkeresésére, ezért mindenképp írd le kommentben, hogy te eddig hogyan próbáltad megtalálni ezt a ritka jegyzet bányászás közben. Viszont én azt mondom, hogy ezzel a trükkel biztos nem kell sokat fáradoznod, és rövid időn belül meg tudod találni a Minecraft egyik legritkább anyagát. Na kezdjünk is bele! A 12-es magasság környékén egy konkrét szűrést végzünk el a bányában, hiszen ha gyémánt van a közelben, azt biztosan meg fogjuk találni. A lényege, hogy 2 vagy 3 blokkos kiagyásokkal lássunk oldalra a fővonaltól, így az adott szintben 100% hogy rá fogunk találni a keresett ércre. Ha egy bizonyos területet teljesen át akarunk vizsgálni, akkor jön a második lépés. Ekkor ugyanazt ismételjük meg, csak 2 blokkal lejjebb. Ha ezt a módszert bárhol ismételgeted, én azt mondom, hogy nem maradsz egyik bányászás során sem gyémántok nélkül. Viszont a száraz taktikát nem elég tudni ahhoz, hogy igazán sikeres legyél. Valóban rá fogsz lenni így a gyémántokra, viszont ha rövid idő alatt sokat szeretnél szerezni, akkor kicsit mélyebben utána kell kutassunk a dolgoknak. Szóval most figyelj! A Minecraft világ úgynevezett chunkokból áll. Egy chunk pontosan 16x16 blokkal egyenlő, és így valamilyen szinten fel van osztva a map, amin játszunk. Ezt 2 legfőbb esetben tudjuk tapasztalni. Az egyik a világgenerálásnál keletkezett bugok esetén, a másik pedig, amire most nekünk nagy szükségünk lesz, az ércek termelődésénél. Mivel, és most jön a lényeg, minden ilyen chunkban egy darab gyémánt vonal keletkezik úgymond, ahol többet is tudunk belőle találni egymás mellett. Kivétel abban az esetben, ha az adott chunkban egy barlang, föld alatti tó vagy lávató pontot a termet, ahol a gyémánt lett volna, ezért ott nem találunk egyet sem. Ezért mondom azt, hogy azon a helyen, ahol egy tó vagy barlang sincs, ott nincs esélye annak, hogy ne termelődjön gyémánt, szóval biztos meg fogod találni a szűrés alkalmazásával. Tehát még egyszer. Alapesetben egy 16x16-os területen mindig véletlenszerű helyen spónolnak le egy helyre a gyémántok egymás mellé. Viszont kellemetlen lehet az, amikor több csánk közepén ásol, és pont a csánkok legszélére termelődnek ezek a bizonyos ércek. Viszont szerintem, ha egy 32x32 blokkos területet a 12-es magasság alatt a szűréssel átfutsz, akkor garantáltan legalább 10 gyémánt fogja ütni a markodat, és ennek tudatában csupán 10-15 perc alatt már szinte biztos, hogy rájuk fogsz találni. Ha pedig inkább a szerencsén alapuló bányászást szeretnéd alkalmazni, akkor a legjobb hely számodra a barlang. Ha bármikor találnál 16-os magasság alá lenyúló barlangot vagy kanyont, mindenképp fuss végig rajta, mert egy viszonylag nagy eséllyel ezeknek a szélén megtalálhatod a neked kellő érceket. Viszont itt tényleg fontos tudnod, hogy ha a chunkban gyémánt termett volna, azt a föld alatti képződmények mind megsemmisíthetik, ezért sem érdemes a közelükben bányászni. No de akkor remélem, hogy tudtam segíteni a gyémánt a gyors megtalálásában, ha tetszett a videó és bevált a taktika, akkor mindenképpen dobj egy lájkot, én elkapom, és iratkozz fel, illetve ha szeretnéd, akkor írd le kommentben a véleményed. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!